Az ötödik angyal is trombitált, és láttam, hogy egy csillag leesett az égből a földre, és neki adatott az alvilág mélységének kulcsa. Felnyitotta az alvilág mélységét, és füstszállt fel onnan, mint egy nagy kemence füstje, és elsötétült a nap és a levegő a mélység füstjétől. Sáskák jöttek ki a füstből a földre, és olyan erő adatott nekik, amilyen ereje van a földi skorpiónak. És megmondatott nekik, hogy ne bántsák a földön a füvet, se a zöldet, se az élő fát, hanem csak azokat az embereket, akiknek a homlokán nincs ott az Isten pecsétje. És megadatott nekik, hogy ne öljék meg őket, hanem kínozzák 5 hónapig, és olyan legyen a kínjuk, mint amit a skorpió okoz, amikor megmarja az embert. Azokban a napokban keresni fogják az emberek a halált, de nem találják. Szeretnének meghalni, de menekül tőlük a halál. A sáskák alakja a harcra felkészített lovakéhoz volt hasonló. Fejükön valami aranyhoz hasonló korona, arcuk, mint az ember arca, sörényük, mint az asszonyok haja, foguk, mint az oroszlán, és páncéjuk olyan, mint a vaspáncél. Szárnyaik zúgása, mint sok lovas hadiszekér hangja, amikor harcba rohannak. Farkuk is volt, a skorpióékhoz hasonló, volt fullánkjuk is, és a farkukban volt az erejük ahhoz, hogy az embereket 5 hónapig gyötörjék. Királyuk az alvilág angyala volt, neve héberül Abaddon, a görögben pedig az Apollion, vagyis a pusztító nevet viseli. A 6. angyal is trombitált, és hallottam egy hangot az Isten előtt levő arany oltár 4 szalva közül, amely ezt mondta a 6. angyalnak, akinél a trombita volt. Oldd el a 4 angyalt, akik meg vannak kötve a nagy folyamnál, az Eufrátesznél. És eloldatott a 4 angyal, akik készen voltak esztendőre, hónapra, napra és órára, hogy megöljék az emberek 1/3-át. A lovas seregek száma 20 000-szer 10 000 volt, hallottam a számukat. A látomásban ilyennek láttam a lovakat és a rajtuk ülőket. Tűzvörös, jácintkék és kénsárga páncéljuk volt, a lovak feje pedig olyan volt, mint az oroszlánok feje, és a szájukból tűz, füst meg kén ömlött. Ez a 3 csapás ölte meg az emberek 1/3-át. Tűz, a füst és a kén, amely a szájukból ömlött. Ezeknek a lovaknak az ereje a szájukban és a farkukban van, mert a farkuk kígyóhoz hasonló és fejjel végződik, és ezzel ártanak. Az emberek közül pedig a többiek, akiket nem öltek meg ezek a csapások, nem tértek meg kezük alkotásaitól, hanem imádták az ördögöket és a báványokat, amelyeket aranyból, ezüstből, rézből, kőből meg fából készítettek, és amelyek nem tudtak se látni, se hallani, sem járni. Nem tértek meg gyilkosságaikból, varázslásaikból, paráználkodásaikból, lopásaikból sem.